Fejlődik regőj. A megvalósuló beruházásokról Kelemen Csaba polgármester tájékoztatott a településen történő fejlesztésekről. Kiderült, jelenleg is zajlik a szennyvízhálózat próbaüzemelése. Ez a regőj szakály száraz szennyvíz agglomerációban történik. Ez a projekt ez 7 milliárdos támogatásból valósult meg egy KEO projekt keretében. Regőjben konkrétan 16 kilométert meghaladó csatornahálózat épült ki, 532 háztartás került bekötésre a, a szennyvíz hálózatba. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly előlépés a település életében, illetve ha lehet, akkor azután meg szeretném köszönni a regői lakosoknak azt a sok türelmet, amit a beruházásnak a nehézségei kapcsán tanúsítottak, és reméljük, hogy ez a beruházás regői fejlődését szolgálja. A polgármester hozzátette, a lakosságnak önerőt nem kellett biztosítani. A beruházás az körülbelül egy év alatt valósult meg. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég gyorsan megvalósult beruházás, egy szennyvízberuházáshoz képest. Hál' Istennek olyan műszaki problémákban nem szaladtunk bele, a régészeti és egyéb dolgok azok nem akadályozták a kivitelezést, viszont gyorsan tudtak haladni a kivitelezők. Ennek viszont vannak árnyoldalai, mert a süllyedések és az egyéb problémák azok, hogy most fognak jelentkezni, én úgy gondolom. De erre van a próbaidő alatt is kötelezettsége a kivitelezőnek, illetve utána is, hogy ezeket helyreállítsa. A próbaüzem az fél év, és utána kezdődik az éles üzem. Ez várhatóan ilyen május-június magasságában fog lezajlani, vagy befejeződni, ha nem lesz olyan probléma a teleppel. További fejlesztések várhatóak a közeljövőben, így kamerarendszer kiépítésére is sor kerül a faluban. Ez hét kamera fog. A faluban megvalósulni. A falu két végén a két alak a végén ott rendszámfelismerő rendszer is lesz a, a rendszerem. Ami e, indokott ezt, már régóta szerettük volna, azt, hogy kamera legyen regőben. A rendőrségnek sokkal vagy több alkalommal segítséget kell nyújtanunk abban, hogy a kisebb bűncselekményeknél az elkövetőket be tudják azonosítani. Ezt már több pályázatban megpróbáltuk, több forrásból próbáltunk rá szerezni támogatást. Végre most egy líder támogatásnak a keretében sikerült ezt megvalósítani. Ez, a, mint mondtam, a falunak a belépőpontjait fogja figyelni, illetve a központunkat, ahol az áthaladó forgalmat tudjuk nézni. Előre láthatólag ez a beruházás milyen időszakra tehető, mikor fog megvalósulni? Várhatóan ez a jövő év elején, tehát én úgy gondolom az első évben ez teljes egészében ki fog épülni. Reméljük, hogy ö, semmi technikai akadályunk nem lesz, és akkor ö, tudja szolgálni a legői a sok érdekeit. A jel az az önkormányzathoz fog befutni. A templomtorony, ami ugye a település minden részéről látszik, az pedig egy átjátszó központként fog funkcionálni. Ez ö, egy rádiós rendszerű ö, térfigyelő rendszer, aminek a fenntartási költsége jóval kedvezőbb, mint hogyha vezetéken történne a jár továbbítása. A térfigyelő hálózat a polgárőrséggel kiegészülve tovább növeli a település közbiztonságát, így remélik, hogy az eddig is elenyésző bűncselekmények száma még inkább visszaszorul.